Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A haza egyenlő volt mindig, ezer év óta már. És mindig az marad, mert nem darabokból összetákolt darab, egy test a mi hazánk, eleven valami, nem lehet az csak úgy vagdalni, toldani. Tisztelt hölgyeim és uraim! Babics Mihály 1938-ban írta ezt. Majdnem két évtizeddel a gyalázatos trianoni diktátum után a II. Világháború küszöbén. És szavai, ma már tudjuk, valósággá váltak. 1920. június 4-én a magyar nemzet darabokra hullott. A cél talán az volt, hogy eltöröljék, hogy végleg eltűnjön a történelem színpadáról. Azonban 2010. június 4-én a kétharmados többség májusi döntése nyomán lélekben hivatalosan is újraegyesült. Ez a nap tehát nem csak gyásznap, hanem remény, hisz a nemzeti összetartozás napja is. Ahogy Babics folytatta 1938-ban, idézem, erős igazsággal az erőszak ellen így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. Kedves emlékező! A törvényt immár 6 éve 302-en szavaztuk meg. Mi a magyar nemzet döntő többségének támogatását érezvén mondtunk igen arra a kérdésre, hogy ország határok felett összetartozunk-e magyar testvéreinkkel. Akkor 2010-ben 55-en nemmel szavaztak és 12-en tartózkodtak. A korabeli híradásokból visszakereshetők, kik voltak ők. És megnézhetik azt is, ma ők hogyan érvelnek, dolgoznak Magyarország és a magyar nemzet ellen nemzetközi támogatóinkkal karöltve. Tisztelt kanizsaiak! A 2010-es döntéssel az elszakított, de a küzdelemben helyt áll nemzetrészek előtt tisztelegve nyilvánítottuk ezt a napot a nemzeti összetartozás napjába, és jelezte a nemzet ezzel a döntéssel azt is, Magyarország nem hagyja magára a hivatalos határain kívül élő magyarságot sem. Nem, mert minden magyar felelős minden magyarért, éljen bárhol is ezen a földön. Mert nem csak az a magyar, aki Magyarországon él, az a magyar, aki annak vallja magát, és úgy is cselekszik. Tisztelt hölgyeim és uraim! Emlékezzünk! Gróf Apponyi Albert 1920-as szavait senki sem hallotta meg abban a kis szobában, amelyben megpróbálta a lehetetlen. A védőbeszéd ugyanis a közhiedelemmel ellentétben nem Versailles-ban, a konferencia nyilvánosság előtt, hanem Párizsban, a francia külügyminisztérium egyik szűk helyiségében hangzott el. A francia, brit, olasz, amerikai és japán delegáltakat azonban mindez láthatóan nem érdekelte. Így született meg a történelem egyik legszégyenteljesebb diktátuma. A mi trianonunk a történelem legnagyobb igazságtalanságai közé tartozik. Hogy más példát ne hozzak, a többi vesztes ország messze nem kapott ekkora figyelmeztetést, ekkora büntetést. Kétségünk se legyen tehát, Magyarországot háborús vesztesként nem megbüntetni akarták, hanem tönkretenni, mint oly sokszor a történelem során. Mint például ma, ugyanis ma is próbára tesznek bennünket. Tisztelt kanizsaiak! A nemzetközi ármány pusztító erejét évszázadok óta érezhetjük válunkban. Hol keletről, hol nyugatról támadva, de a magyar nemzet mindig útban volt. Akartak már bennünket Mohamed követői leigázni, vagy mások kötelezően ateistává tenni. Voltak, akik gyarmatként tekintettek ránk, s így bántak velünk. Százezrek haltak meg ezek miatt a csatatéren, a börtönökben, a munkatáborokban. És most megint a tönkretételünk a cél. Csak más az eszköz. A soros ellenfél most a jog, a megfélemlítés, a szankciók eszközével támad. Most nem határokat akarnak átrajzolni, most már egész országok kellenek benne a miénk, őnek is. Mert ne tévedjünk, a kötelező betelepítési kvóták erről is szólnak. Amit lassan 100 éve nem tudtak elérni, azt most hirtelen akarják. Szellemileg leigázni, megtörni, megváltoztatni. Felolvasztani és így gyengíteni a magyar nemzetet. Tisztelt hölgyeim és uraim! Mindez Trianonban nem sikerült, pedig ez volt a cél.
miért ne sikerülne most az ő gondolkodásuk szerint. És látható, ami erőt adhat, hogy nem vagyunk egyedül. Nem kell félnünk bátran kiállni országunk és nemzetünk érdekei mellett. Velünk vannak a lengyelek, a csehek, a szlovákok ebben, és velünk vannak még nagyon sokan, akik egyelőre csak baráti beszélgetésekben mondják el véleményüket, de hamarosan eljön az idő, amikor ők is a sarkukra állnak. És ne tévesszen meg senkit a külföldi úgynevezett hivatalos politikai vélemény. Európában egyre többen civilek, polgárok, a magyarok a mi álláspontunkat osztják. Európa meggyengült immunrendszerét, mint oly sokszor az évszázadok során Magyarország a magyar nemzet védi. De a harc nehéz lesz. Kellünk hozzá mindannyian. Tisztelt emlékező! A trianoni térképen elvesztettük a kincses Kolozsvárt, a Rákóczyak kassáját, a koronázó Pozsonyt, Temesvárt, vagy a vértanúk városát Aradot. De az elszakított területeken élő magyarokat soha nem veszítettük el. A határok ugyanis elválasztottak bennünket, de minden más összetart bennünket, így a közös múlt, a nyelv és a hagyomány. Még akkor is, amikor a kommunista diktatúrák itthon és a szomszédos államokban ezt tiltani akarták. És tessék megnézni, 2010-ben kik voltak az 55-ök, akik nemmel szavaztak vagy tartózkodtak a nemzeti összetartozás szavazásakor. És tessék megnézni, hogy korábban, 2004-ben a szégyenteljes népszavazás előtt kik kampányoltak a nemzeti összetartozás ellen. És tessék megnézni azt is, hogy most egy nemzetközi, de nemzetellenes kampány részeként ahhoz csatlakozva kik hadakoznak leginkább a nemzeti, a magyar érdek ellen. Ők a trianoni diktátum szellemi örökösei párttól, szintől függetlenül. Nem csak Brüsszelnek, tehát nekik is üzennünk kell. Nem lesz másik Trianon. Országunkat, nemzetünket, hitünket és biztonságunkat nem áldozhatjuk fel. Gyermekeink és unokáink jövőjét nem vehetik el az új honfoglalók, a hitterjesztők és nemzetközi szövetségeseik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó hazafinak lenni vajmi nehéz, s kivált Magyarországban. De ezért még nem lehetetlen. Trianon előtt egy századdal írta le ezt a mondatot a hajdani kanizsai gimnazista Virág Benedek. Trianon után egy századdal pedig megint ez a feladat. Talán nehéz, de nem lehetetlen.